üveg tojás Kínából. Ez a különleges darab is látható a Józsa András Múzeum legújabb időszaki tárlatában. Emellett még 484 hímes tojás kapott helyet 25 vitrínben, így 50 alkotó munkáját mutatják be. A hagyományos viaszos technika mellett karcolt, batikolt, papírmaséval díszített és horgolt különlegességeket is bemutat a tárlat. A kiemelt figyelmet azonban a gömöri tojások kapták. A gömöri tojás díszítési motívumok közé tartozik a rozmaringágas, a leveles, margarétás, a napos, búzavirágos, van nefelejtses motívum. És ezeknek a különböző elhelyezése adja azt, hogy mindig más és más díszítést kapunk a hímes tojás felületén. Ma már egyre kevesebben foglalkoznak a hagyományos hímes tojás készítéssel. Ennek ellensúlyozása érdekében az április 12-ig látható kiállítás mellett tojásíró délutánokat is tartanak a Józsa András Múzeumban. A foglalkozásokon kicsik és nagyok próbálhatják ki, hogyan készül a beregi aranyporos vagy a növényfestős berzselt tojás. A kiállításon található tojások technikáiról a gyűjtő még többet mesél a péntek esti Weekend című műsorunkban.